Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Rendkívüli testületi ülést hívott össze Dombóvár önkormányzata. Kányadi Sándor életútja elevenedett meg a Dombóvári könyvtárban. Újraindult a feltárási munka Dombóváránál. Minősítő gyakorlaton bizonyítottak a kurdi önkéntes tűzoltók. Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete rendkívüli jelleggel ülésezett július végén. Több halaszthatatlan ügyben kellett szavazni a képviselőknek. Döntés született a fenntartható városfejlesztési stratégiával kapcsolatban, ami a 2021-27 időszak vonatkozásában meghatározza a fejlesztéseket, valamint többek között a Szivárvány óvoda és bölcsőde új vezetőjének személyére is fényderült. Dombóvár város önkormányzata rendkívüli jelleggel hívta össze képviselő testületét, akikre 8 napi rendi pont megtárgyalása várt. Örömteli a hír, hogy határozatképesek voltunk, hiszen júliusban nem volt tervezett testületülésünk. 12 főből így is 80 meg tudtak jelenni, és meg tudtuk hozni a döntéseket. Sajnálatos az az esemény, hogy a fenntartható városfejlesztési stratégiánkat az ellenzék nem szavazta meg, és továbbra is hátráltatnak minden fejlődés Dombováron. Alapvetően ugye a megyei önkormányzat elfogadta az ITP-t, Tolna megyébe 6 város került a fenntartható város kategóriába. Ugyan nem volt számomra meglepő, hiszen a megyei közülésben sem szavazta meg a dombovári képviselő a Dombovár forrás allokációját. Én azt hiszem, hogy mindezek ellenére ez a munka töretlenül folytatódhat tovább. Egy egyéves előkészítő anyag került már elfogadásra, amely megnyitja annak a lehetőségét, hogy a megyei önkormányzattal 21-27-re vonatkozó stratégiai elképzeléseinket egyeztessük, amennyiben ezt elfogadja a megyei önkormányzat, továbbítja az irányíthatóság felé, és október 5-én 7 milliárd forintos keretszerződést kötet Dombovár az elkövetkezett években várható fejlesztésekre. Nyilván nagyon remélem, hogy a mostani pandémiás helyzeten túlmenően Európában és a világon dúló háborús helyzet ennek nem szolgáltat. Az Unió jóváhagyja a Magyarországnak járó források folyósítását, és mindazok a tervek, álmok, amelyeket tartalmaz ez a fejlesztési terv, a közeljövőben Dombováron megvalósulhatnak. A testületben helyet kapó ellenzéki képviselők kifogásolták, hogy a fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése kapcsán nem került bevonásra minden helyi szervezet. Az anyag akkor készült még, amikor ez a mostani gazdasági recesszió még ilyen szinten nem ütött be. Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül ezt át kell dolgozni. Amúgy maga az anyag szakmailag jó, tényleg látszik rajta, hogy a szakértők beletettek anyai tapait, nem rajtuk múlt az, hogy a körülmények sajnos megváltoztak, és ezért újra kell tárgyalni majd az anyagot. A fenntartható városfejlesztési stratégia megvitatása mellett több olyan napirendi pontról is tárgyaltak a képviselők, ami halaszthatatlan volt. Az FFS-t el kellett fogadnunk, ahhoz, hogy október 5-én az irányíthatóság meg tudja hozni a pozitív döntését, mi sem húzhattuk tovább az időt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon édes áldozat volt minden képviselő részéről, hiszen azért 7 milliárd forint tervezhetően dombovári térségben még soha nem érkezett. Hoztunk még döntést intézményvezető tárgyában, hiszen pályázatot írtunk ki a 100-szor szép és szivárvány zöldliget óvoda vezetői állására. A beérkezett pályázatot elbírált egy szakértői testület, és jó szépen ajánlott a testületnek, hogy fogadjuk el, úgyhogy szeptember 1-től az intézménynek új vezetője van Müller Ágnes személyében. Próbáltunk egy picikét utána járni annak, hogy miért nem történik helyben mammográfiai szűrés. Ezzel kapcsolatban az elmúlt néhány hónapban kiderült az igazság, hiszen egy dombári járásban is a hölgyeknek szexárra kellett bejárni szűrésre. Ezt egy magáncég végzi, magáncéggel sikerült megegyeznünk október 1-től október 15-ig. Dombováron egy bevásárlóközpont parkolójába fogják ezt a szűrési vizsgálatot elvégezni, ezért önkormányzatunk közel 2 millió forintos áldozatot hoz, de szó szívet tesszük, hiszen azt gondolom, hogy ennél nincs pontosabb, mint a szűrések minél hatékonyabban, minél gyorsabban és minél közelebb zajlódjanak az emberekhez. Évek óta elhúzódó probléma kerül orvoslásra, hiszen a Pannonia utcában 2019-ben kampány nevében a nyárfák ki lettek vágva, azok a fák onnan eltűntek, és akkor már meg lett ígérve a lakosságnak az út szélesítése, új járda, egy ivóvíz cseréje is. Sajnos ez akkor is csak légbe kapott hír volt, hiszen semmiféle engedélye nem rendelkezett ez a beruházás.
a mai napra megérkeztek már, és minden jogerős engedély rendelkezésünk rá, hogy egy beszerzési eljárás keretében kiválasztjuk a vállalkozót. Ez egy több mint 30 millió forintos munka lesz, amely augusztus második felében fog megkezdődni, és reményénk szerint szeptember végére be is fejeződik. A zárt ülésen meghozott döntés értelmében két héten belül megkezdődhet a dombóvári járási hivatal mögötti ivóvízgerinc vezeték cseréje. A beruházást, melynek keretében járda és parkoló is kialakításra kerül, teljes egészében Dombóvárváros önkormányzata finanszírozza. A dombóvári székelykör egyik fontos feladatának tartja a hagyományápolást, így kézenfekvő volt, hogy csatlakoznak a Tamási Áron emlékévhez, amelynek kapcsán irodalmi esteket szerveznek. Másodjára várták az érdeklődőket a helyi könyvtárba, ahol ezúttal egy erdélyi magyar költő életútját és írásait idézte fel az előadó. Hogy ki volt az est főszereplője, már mutatom is. A miniszterelnökség 2022-re hirdetett Tamási Áron emlékévhez csatlakozott a dombóvári székelykör is. Ennek jegyében számos író és költő munkássága elevenedik majd meg a következő hónapokban a Földi István könyvtárban. Mai este a második rendezvényünk annak a sorozatnak, amelyet terveztünk Tamási Áron évtiszteletére. Az volt az elképzelés, hogy minden hónapban egy neves erdélyi költőíró munkásságára szálljuk az estét. Nemrégen volt ugye a nyitóestünk, ahol Tamási Áronról Markovics Magdónak tartott egy előadást. Most Kányádi Sándorra gondoltunk. Nem véletlenül Kányádi Sándor többször volt Dombóváron. Nagyon sok embernek személyes kapcsolata, ismeretsége van. Többször volt itt a gyerekeknek is verseket mondott, tehát igazából nagyon kötődünk még Kányádi Sándorhoz. És az ő lelkülete, az ő munkássága, az ő költészete, hazaszeretetről, a szülőföld szeretetéről szól, és erre nagyon nagy szükség van a mai világban. A dombóvári székelykör nem ápolt személyes kapcsolatot a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költővel. Amikor mi megalakultunk, akkor oly már nem járt ilyen hosszabbutakra, és nem sokra rá meg is halt, viszont nekem személyes kapcsolatom volt, mert amikor először mentem Erdélybe Szevelin Ferenc szervezésébe egy buszos kiránduláson, akkor az a megtiszteltetés is élmény volt, hogy a házsongárdi temetőben a mi idegenvezetőnk Kányádi Sándor volt. Hatalmas élmény volt, megmutatta az irodalom nagyjainak a sírhelyeit, meg történelmünk nagyjainak a sírhelyét, és minden egyes sírhelynél egy külön irodalomóra volt, ami nem volt sok, hanem inkább azt mondom, hogy az ember szívta magába a kultúrát, és Kolozsváron ő volt a mi idegenvezetőnk, csak egy érdekesség, hogy akkor a busz mindig követte egy különleges autót. Nagyon fontos a művészet a léleknek, és elég komoly munka folyik a Bokonyai Székelyek Országos Szövetségében, hagyományőrző munka. Mi úgy gondoltuk, hogy mi is valamennyit, amennyire tudunk, hozzáteszünk, de én úgy gondoltam, hogy az irodalmat kell az embereknek megmutatni, hogy nagyon keveset olvasunk, nagyon keveset tudunk, és a léleknek nagyon kell az irodalom, nagyon kell a lelassulás, az elgondolkodás, úgyhogy minden hónapban egy estet erre szánunk. Terveink között van, hogy Földi Istvánról is megemlékezünk egyik este. A hónapról hónapra tartott előadások alkalmával mindig mást kér fel a szervezet az est megtartására. Ezúttal Magyar Falviné Haszonics Krisztina mesélt a nagy érdeműnek személyes élményeiről is, a többek között Kölcsey emlékplakettel is díjazott költőről. Én Kányádit nem csak mint költőt, nem csak mint az erdélyi magyarságnak a legjelentősebb költőjét, legalábbis a 20. századból, nem úgy szeretném bemutatni, hanem mint embert. Ki ez az ember, aki mögötte áll? A versekből megismert sorok mögött kihúzódik meg. Mi az, ami neki fontos volt? És egyébként is az az egyik legfontosabb, szerintem én nagyon tisztelem őt, és volt annak idején lehetőségem személyesen is találkozni vele, sőt, együtt utaztunk Budapestről Dombovárig, és az az egyszerűség, és az az elkötelezettség, egy olyan erkölcsi tisztaság az, ami mögötte van, hogy ezt nem feltétlenül tudja és ismeri mindenki. Az ő kitartása az, hogy Erdélyben megmaradt akkor is, amikor fél száz író áttelepült Magyarországra az ottani diktatúra elől, és ő akkor is kitartott, mert hogy szüksége van rá az embereknek. Aztán az, hogy a gyerekekkel, a
közönséggel hogyan találta meg a hangot, hogy soha nem utasította vissza a közönségtálkozókat, sőt, fontosabbnak tartotta, mint a leírt szavakat. A közönség találkozókat. Az irodalmi estre érkezők azon felül, hogy megismerkedhettek Kányádi Sándor életével, a műveiből is hallhattak egy-kettőt. Igazából nagyon nehéz dolog volt, mert annyira jók a versek, és annyira tartalmasak. Vagy nagyon hosszúak, vagy nagyon rövidek, de abban mondjuk egy 3 sorba, vagy 4 sorba is rengeteg mindent mond el. Nehéz volt a választás, hát majd remélem, hogy belefér, hogy ne csak egyet, hanem egy párat felolvassunk itt a mai este. Krónikás ének természetesen, aztán a küküllőről szóló versei, ami ugye az otthonról szólnak. Hát és ezen kívül még nem tudom, majd egy kicsit az is adja, hogy a közönség hogyan reagál és mit hogyan fogad. Nyilvánvalóan a legfontosabb, valaki jár a Fákhegyén, Sörény és Koponya, amik amúgy kötet címadó versek is, nyilvánvalóan azok is szerepelni fognak, ha belefér. A következő irodalmi est a Dombóvári Székelykör szervezésében még várat magára a nyár miatt. Előreláthatólag szeptember végén várják majd az érdeklődőket egy újabb Erdélyhez kötődő íróval vagy kötővel. Idén is folytatódik Dombóvárának régészeti feltárása a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének szervezésében, Dombóvárváros önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának finanszírozásával. Az ásatási szezon július közepétől egy hónapon keresztül tart. A helyszínre érkező régészek az idei évre több kutatási célt is kitűztek maguk elé. A 611-es út mellett található a Gólyavár, ami a Dombai család számára közel másfél évszázadon keresztül szolgált rezidenciaként és birtokközpontként. A 14. század végén vagy a 15. század elején épült várat az évszázadok szép lassan maguk alá temették. A monumentális építmény feltárási munkálatai évekkel ezelőtt kezdődtek meg, melyet Dombóvárváros önkormányzata szorgalmazott. Nagyon fontos, hogy nyár van újból, és elindult ott ez a munka, hiszen már várjuk, és hál' Isten a régészek is várják, hogy tovább tudják folytatni ezt a munkát. Az idén 6 hétig fognak itt tartózkodni, és nyilván az önkormányzat szempontjából nagyon fontos, hogy a feltárás jó haladjon. Ezért minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a munkakörülmények zöggenőmentesek legyenek. Diákmunkák sokat is tudunk biztosítani erre a feladatra, amit évre elmondok, hogy nagyon fontos, hogy a diákok is megismerjék a múltat, és részt vegyenek ebben a munkába, és fertőződjenek meg egy picikét azzal, hogy ez a szakma is mennyire szép, és milyen kívásokat takar. Az idejében már egy 20 fős csoport itt volt, aki az előkészítő munkálatokat megtette, és a feltárás sokkal egyszerűbben tud haladni, hiszen a tavaly, amit feltártak és betakartak, mire megérkeztek a részek, ezt a régészek, ezt már újból feltártuk. Az idejében a gumerasi táborba kerültek eljelezésre, mind a 20 diák, aki már az előkészítésben részt vett, illetve régészek is ott kerültek eljelezésre. Nagyon fontos, hogy reggel 7 órakor elmennek, délután 4-5-ig ott vannak, és ebből adódóan azt gondolom, hogy ez a napi 8-10 óra fizikailag nagyon megviselő őket, és minden este egy helyi vállalkozó segítségével meleg vacsorával várjuk őket, és nyilván mindent elkövetünk, hogy ki tudják magukat pihenni, hogy másnap tovább tudják folytatni. Azt mondom, hogy mindenki számára megterhelő munkát, hiszen azért 35-36 fokban kint lenni a napon, az nagy kihívás mindenkinek. Az elmúlt évek eredményei alapján elkészült már a vár elméleti rekonstrukciója is, amely ugyan nem tekinthető még egy végleges változatnak, azonban jól szemlélteti az egykori impozáns építmény nagyságát és szépségét. Természetesen az önkormányzatnak vannak tervei ezzel a területtel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a várnak és a környékének a végleges nyomvonal is rombai feltárásra kerülnek néhány éven belül. Az elképzelések szerint is erre elkészültek a látványtervek is, mint egy 1 méter magasságig kiemelnénk ezeket a falakat és visszaállítanánk, és bejárható lenne ez a... Azt gondolom, hogy most már nem csak elképzelt, hanem tényeken alátámasztott, hogy is régi várnak a romjai. A vár maradványa ismert volt a kutatók számára. A 18-19. Századi szakirodalom úgy tartotta számon, mint Dombai Pál a híres jogtudós vára. Az egykor Dombóvár határában álló épület feltárási munkálatait a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai végzik. Az idei terveink szerint a részben roncsolásmentes vizsgálatokat akarunk végezni a vár területén, illetve folytatni a korábbi években megkezdett feltárásokat.
A geofizikai vizsgálatok elsősorban vártó kelet-eső területekre koncentrálnak, ahol egy téglaégető kemencének a maradványainak a helyét szeretnénk azonosítani, amit az írott adatokból ismerünk. A várt területén pedig a korábbi években megkezdett kaputoronynak a feltárását szeretnénk idén befejezni, valamint a keleti várfalnak a további szakaszait feltárni. Három technikussal, két régész hallgatóval végezzük el a szakmai feladatokat, továbbá az önkormányzat diákmunkásokat biztosította számunkra. Az évről évre folytatódó feltárások egyre több, korábban ismeretlen részletet hoznak felszínre. Váról ugyan a rendelkezésünkre áll egy 17. század végi részletes leírás, azonban ezen kívül nagyon gyérek az írott adataink erről a középkori építményről, úgyhogy a róla való információkat azokat elsősorban a régészet módszerével tudjuk megszerezni. Ugye ennek több módja van, a várost roncsolásmentes módszerekkel már az 1960-as, 70-es évektől kutatták, illetve volt egy nagyobb fellendülés a 80-as években, amikor egyik volt kolléganőnk Miklós Zsuzsa légifotózást és terepbejárást is rendszeresen végzett a lelőhely területén, azonban a régészeti ásatás csak 2014-ben kezdődött a lelőhelyről, és amiatt, hogy nagyon kevés írott adat áll rendelkezésünkre, valódi információkat csak ennek a módszernek, vagy ezeknek a módszereknek a segítségével tudunk szerezni a lelőhelyről. Első ásatási szezon után is érdemi információkkal gazdagodtunk. Az elmúlt évek alatt sikerült a vár kiterjedését, főbb építési periódusait megtalálnunk, illetve az 1702-ben lerombolt falaknak az alapozásai is előkerültek, viszont minden egyes ásatási idénnyel az információk egyre gazdagodnak, és egyre finomabb részleteket tudunk megismerni. Itt a város 300 év, nagyjából 300 évig állt fenn. Az egykori főúri rezidencia ásatási munkálatai alkalmával előkerült leletek feldolgozása folyamatos. Sok kolléga dolgozik az ország minden pontján az itt előkerült adatokkal és leletanyaggal. Tavaly szeptemberben volt is egy konferenciánk itt Dombóváron, ahol bemutattuk az eddig elért eredményeket, mind a feltárás, mind pedig a feldolgozás szempontjából. Idén augusztus végéig folynak a Gólyavárnál a feltárási munkálatok. Újra bizonyították alkalmasságukat a kurdi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai. Ezúttal szerencsére csak egy képzeletbeli helyzetet kellett megoldaniuk, a valóságban senki és semmi nem volt veszélyben. A sikeres gyakorlatnak köszönhetően pedig a továbbiakban is önként beavatkozó egyesületként láthatják el munkájukat, nem csak kurdon. A feltételezett káresetről, amelyet meg kellett oldaniuk, a következő percekben hallhatunk. A kurdi önkéntes tűzoltóknak újra bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat, képzettségüket, hogy továbbra is önként beavatkozó egyesületként járhassanak el káreseteknél. Ennek a rendszerben tartó gyakorlatnak az a lényege, hogy amikor az egyesületünk 2012-ben elvállalta azt, hogy önkéntes, önálló, beavatkozó tűzoltó egyesületként vesz részt a tűzvédelemben, akkor tartottak egy úgymond rendszerbe állító gyakorlatot, és ezt minden évben meg kell ismételni egy rendszerben tartó gyakorlat keretén belül. Teszünk arról tanúbizonyságot, hogy alkalmasok vagyunk feladatok elvégzésére. Ezt a rendszerben tartó gyakorlatot a területileg illetékes hivatásos tűzoltó parancsnokság, jelen esetben kurd esetében Dombóvár, ők szervezik meg. Ez maga egy olyan szituációt kell elképzelni, ami a való életben bármikor bekövetkezhet. Itt a tűzoltási feladatok műszaki mentési feladatokkal is kombinálva vannak, minden esetben minden gyakorlat így kerül végrehajtásra, és ennek az ellenőrzését a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szakemberei is elvégzik, és ha megfelelünk, akkor újból egy éven keresztül egy olyan lehetőség adódik, hogy továbbra is önálló beavatkozó tűzoltó egyesületként tudjunk működni a vállalt területünkön. Az egyesületnek a tagsága az valóban nagy, de maga az önkéntes beavatkozó tűzoltó egyesületnek az állománya, akik a feladatukban részt tudnak venni, az jelen pillanatban 21 fő vett részt idén a gyakorlaton. Ők úgy gondolják, hogy a szabad idejükből tudnak időt szakítani arra, hogyha riasztás érkezik, valahova menni kell, akkor
folyamatosan rendelkezésre tudnak állni. Napi szinten ez 4 főt jelent, aki 4 fő van szolgálatban nap 24 órájában, egy gépjárművezető, egy tűzoltásvezető és 2 beosztott tűzoltó. Az egyesület tagsága meghaladja 60 főt, közülük sokan csak alkalmanként tudnak segíteni a beavatkozások alkalmával. Sokan vannak közülük, akik ugye az életkorukból fakadóan már nem vállalják ezeket a feladatokat, sokan vannak közülünk, akik még fiatalok ahhoz, hogy ezt a feladatot vállalják. Alapvetően ahhoz, hogy valaki önálló beavatkozó egyesületben vonuló szolgálatot lásson el, szükség van egy 40 órás tanfolyamra, ez a minimum. Hogyha ez megvan, akkor utána a tanfolyam megszerzését követő évben lévő rendszerben tartó gyakorlaton részt kell vennie, és akkor utána ő is ugyanúgy vonulós tűzoltóként részt tud venni ezekben a feladatokban, és természetesen folyamatosan tovább kell képezni magunkat, a tudásunkat gyarapítani kell, a világ változik, változik vele minden más is, a technikai eszközök fejlődnek, gondolok itt az elektromos gépjárművekre, hibrid gépjárművekre, az épületeknek a zöme ugye most már szigetel, teljesen más beavatkozást igényelnek ezek a káresetek, mint a 10-15 évvel ezelőtti káresetek, ezért kell folyamatosan képezni magunkat, ami a megyei igazgatóság részéről természetesen biztosítva van. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a szakmai előjáró szerv vizsgálta a felszerelések bevethetőségét és azok szakszerű használatára vonatkozó szabályok megtartását is. Azok az eszközeink, amik a személyes védelmünket, illetve a mentendő személyek védelmét szolgálják, védőruházat, mentőkötél, mászóövek, egyéb technikai eszközök, például a légzőkészülékeknek az összes alkatrésze, ez éves felülvizsgálaton kell, hogy átessen, ezt minden évben vizsgálni kell, hogy a működésük tökéletesen megfelele, hiszen nem csak a mi védelmünket szolgálják, hanem például egy lakástűznél az a úgymond légző állarc, amiben az esetleges bent lévő sérülteket ki tudjuk hozni, azoknak is ugyanolyan állapotban kell működnie és lennie, ahogy a saját légzésvédelmi eszközeink. A gyakorlat alkalmával egy képzeletbeli káresethez vonultak a kurdi önkéntesek. Feltételezések szerint egy szobában, ami raktárhelyiségként lett használva, 30 négyzetméter nagyjából a szobának az alapterülete, ott égett, mint kiderült, későbbiekben könyvek, bútorok, illetve asztalok, illetve egy darab eltűnt szemét kellett még megkeresni. Leginkább ez volt maga az egész gyakorlatnak a lényege, illetve több részre el kellett még bontani, több védősugár volt. Egy az ablakon hatolt be, egy ugye az ajtón hatolt be, és egyet pedig még a padlásra is felküldtünk, mert feltételezések szerint a hőtől padláson is keletkezhetett tűz, de csak füst, illetve az sem volt. Gyakorlaton az adrenalin szint az egy folyamatosan egy szinten van, tehát nem úgy, mint egy éles riasztásnál, hogy egészen addig van az emberben egy nagyon nagy adrenalin löket, még ki nem ér a szerrel, ki nem száll, és akkor látja ott előtte, hogy oké, ez van, így kell megcsinálni. Amíg gyakorlaton sokkal többen vannak, sokkal jobban, azt mondom, hogy oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon bele tudnak kötni az emberbe bármiféle hibát vét. Ugyanúgy riasztásnál is nagyon kell erre figyelni, hiszen ott ember életek múlhatnak egy rossz mozdulaton. A sikeres minősítő gyakorlatukat követően továbbra is önként beavatkozó tűzoltó egyesületként vonulhatnak majd káresetekhez a kurdi önkéntes tűzoltók. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!